Egyszer azt mondtad, hogy nem szeretsz, nagyon egyszerű technikával szeretsz fényképezni, mert ne a fényképezőgép készítse el a képet, hanem az ember. Ma, amikor hihetetlen fejlett a technika, szerinted mennyire fontos az, hogy kinyomja le a gombot? Mert most már olyan fényképezőgépek vannak, amik szinte maguktól. Nem a fényképezőgép csinálja a képet. Ha látsz egy fantasztikus filmet, hát ez az operatőr csinálja? Vagy a zene, vagy be? Nem, a rendező. Hogy ki a rendező? Ha jó rendező van, az egy nagyon jó mozi. Fényképezésnél is a rendezésről van szó, és ez a legnehezebb. Hogy veled megdumálni, hogy nézél ki, milyen kifejezést adjál, mennyire mosolyog, a szemöldököd, az egész arcod, hogy dolgozzon. Ha te jó rendező vagy, jó fényképész vagy, hogy milyen gép. Én most vettem egy Nikont, én több helyen tanítok iskolába, és egy Lumix-szal fényképeztem, mert az volt a legegyszerűbb. És szégyeltem már, hogy amatőr géppel fényképezek, de vannak egy méteres képek róla. Szóval nem számít. Te számít, hogy Mercedes vezetsz, vagy egy Zsiguli? Nem. Hát nem, az, hogy vezeted azt? Hát akkor te egy nagyszerű rendező vagy. Mondhatjuk, hogy akkor te egy nagyszerű rendező lettél volna, ha filmen fogod. Én nagyon jó rendező lettem volna. Jó. És sajnos ezt akarják legkevésbé megtanulni. Voltunk öt iskolában is tanítottam, és én láttam, hogy ezt a mindenki élesájt megnyom és megy el. Mondom, ez olyan dolog, mint egy filmet rendezel, bejössz, azt mondom, és kimélj. Hát abban nem lesz semmi. Mondom, és ez külön-külön mindenkinek, mert mindent el kell mondani. És dirigálni a világosítót minden, ha nem magad világítasz. Én szerintem ez a rendezői feladat a legnehezebb egy fényképészetben. A rendező a legfontosabb, akkor most nézzük is meg, hogy te hogyan rendezel. Van kedvenc képed a szobában? A legkedvesebb a szívednek? Mindig más és más tetszik, tudod? Ma melyik a kedvenc? Na, én mindig szeretem azt a férfi aktort. A sarokban van egy kép rólad, amin itt van egy hármas. Ez egy numerológiai hármas vagyok. Az mit jelent? Igen, és van rajta egy nagyon ilyet kép rólam. Igen. És az azt jelenti, hogy én állandóan nyugtatókon éltem, és én mindig ideges voltam, és a legjobb barátom egy Seattle főorvos volt. Mindig kértem tőle, hogy lehetne ezekről a dragokról leszokni. Mindig nevetett, stop thinking. És a legfontosabb pszichológiai tanács, az ember nem gondolkozik, hogy nem ideges. Ő Amerikának a legjobb stand-up komédiása. Ővel csináltam ezt a képet. Fontos számodra a humor? Ó, nagyon fontos. Hát egy szomorú életben legalább valami lehet nevetni. Fotókat kell csinálni, hogy egy nézése minden igényet kijavítsa. Nagyon kevés legyen rajta. Ők egy csiribirik minden, és azt akarják, hogy minden rajta legyen. Az nem kortárs művészet. Volt olyan az életedben, hogy azt mondtad, hogy nem készített el a portrét? Én általában megmondom őszintén, nagyon furcsa fényképész voltam. Én nagyon sokat kértem képekért, 500 dollárt, hogy valakit lefényképezzek, egy feltétellel. Nem kell egy fillér se fizetni előre, de egy büdös szót az illető nem szólja. Kabátom így akarom, vagy így akarom, a hajamat így akarom, vagy úgy akarom, sötét ez a lipstick világosabbat tegyen. Ha beleszól, akkor előre kell kifizetni, akkor is megcsinálom. De természetesen senki nem akar fizetni előre, és hagyta, hogy megcsináljam, hogy én akarom.